Zöld a határ, pedig ezek a felvételek nem tavaly tavasszal, hanem most télen készültek. Az enyhe tél azonban nem öröm a gazdáknak. A rágcsálók áttelelnek, de a tavaszias melegben elszaporodnak a gombák is, amelyek megtámadják a növényzetet. Ugye ez a túlzott felmelegedésen megugrik a növény, ugye úgy gondolja, hogy jó idő van, ezért elkezd nőni, majd kap egy minuszt, egy pofont, és akkor akár a végét is vethet a növénynek. Ezen az öreg fán is látszik, hogy milyen szépen hozta az új hajtásokat, és hogyha ilyen meleg lesz, akkor hamarosan pattannak a rügyek. Kezdeni kellene a meccést. Nem csak a szántóföldi növénykultúrát, de a gyümölcsösöket is becsapta az enyhetél. Ez az ültetvény márciusban, áprilisban szokott ilyen színes, ilyen rügyes lenni. Ha összehasonlítjuk, hogy tavaly ugyanezen a napon milyen idő volt, bizony fagyott, most meg plusz 17 fokot mutatott a hőmérő, és nem csak az autóban. Tehát, hogyha így marad ez a felmelegedés, az ismét katasztrófához vezethet itt egy gyümölcsösben. Jó okkal aggódnak a gazdák. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő időszakban is bőven plusz 10 fok feletti csúcsértékek várhatóak. Ha ezt követően hűl le jelentősen a levegő, az meg tizedeli a már tavaszhoz szokott növényeket.